Az igazgatóság már két évtizede rendez a tavaszi rajtelőt az amatőr futballban tevékenykedők számára egy kispályás tornát a Filófoci csarnokban. Idén 4 együttes lépett pályára. Bár ezeken a találkozókon nem az eredmény az elsődleges, azért mindenki igyekszik a lehető legjobban szerepelni. Ebben az esztendőben a játékvezetők bizonyultak a legjobbnak, megelőzve az igazgatóság, a kormányhivatal és az edzők csapatát. A mérkőzések közötti és utáni beszélgetések során természetesen szóba kerültek a téli holtszezonban történtek is. Ahogy az átigazolás ugye egy hónapig tart, de rendszerint az utolsó 3-4 nap az, amikor ehhez kezdenek kapkodni a csapatok, és például az utolsó nap a munkaidő után, tehát délután 4 óra után több mint 83 átigazolást töltöttek fel a rendszerbe a csapatok, úgyhogy tényleg az utolsó pillanatok rajták nagyon sokan. Nagy mozgás nem volt annyira, mint amennyire szokott, de természetesen a többi igazgatósághoz képest, mivel szinte a legtöbb csapattal rendelkezünk, sőt az utánpótlással együtt Budapest és Pest megye után a legtöbb csapattal rendelkezünk, így ugye közel 13 000 labdarúgó létszámhoz mérten azért nálunk volt szinte országos szinten a legtöbb mozgás a téli szezonban. Bár a téli időszakban a nagypályás bajnokságokban nem játszottak pontokért, az igazgatóság által szervezett futszálbajnokságban és tornákon rendszeresen pályára léptek a csapatok. A futszálbajnokság, a regionális NB3-as bajnokság ugye 3 megye csapatait vonja egybe, és jó ütemben zajlik. Szerencsére az elmúlt évekhez képest sokkal kevesebb a kinemállás, és azt kell mondanom, hogy a színvonal is emelkedett, több a jobb csapat, illetve az utánpótlás szinten pedig a csapataink jelentős része már regionális bajnokságban szerepel, maga az igazgatóság pedig ilyen futszál tornákat szervezett 5 korosztályban a fiúknak, 1 korosztályban a lányoknak, összesen több mint 110 csapat vesz részt ezeken a futszál tornákon, ami március 31-ig fog tartani. Mivel játékvezetőkre mindig szükség van, az igazgatóság az elmúlt év végén is indított egy alapfokú tanfolyamot, amely az elmúlt héten ért véget. A 33 vizsgázni készülő játékvezető közül 32 sikeres vizsgát tett, és ami örömteli, hogy jelentős részük szeretne is működni. Persze van, akik csak azért tették le ezt a játékvezetői vizsgát, hogy jobban képbe legyenek a szabályokkal, még aktív labdarúgók, de ha már kb. 200 játékvezetőt is nyerünk, az mindenképpen jó lenne, és ami szintén örömteli, hogy rengeteg olyan játékvezető vizsgázott most alapfokú vizsgán, aki aktív labdarúgó volt, vagy még mindig aktív, tehát aki azért a sportágban eltöltött jó pár évet, azt hiszem, hogy azért őket sokkal jobban el fogják fogadni majd a megyei pályákon, legalábbis bízok benne. Az elmúlt hétvégén a vármegyei első osztályban már el is kezdődött a tavaszi szezon. A 16. forduló eredményei a következők: Nyíregyháza Spartacus 2, Vásárosnami 0-1, Nyírbéltek Nyírmegyes 0-1, Újfehértó Csenger 4-2, Nagyecsed Máté Szalka 1-1, Tarpa Nyírbátor 2-0, Kálósemjén Ibrány 4-2, Kemecse Kótai 2-2 és Nagykáló Mándok 1-1. A tabella élén a 35 pontos Mándok áll megelőzve a szintén 35 pontos Tarpát. A vármegyei harmadosztályban a jövő hétvégén, a másodosztály 3 csoportjában pedig egy héttel később rendezik az első tavaszi fordulót.